Ez a Bagoly Mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok és más tudományágak képviselői. Bagoly mondja. Köszöntöm a Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Szarka László történészt, a Seje János Egyetem oktatóját, a Rubikon Intézet főmunkatársát. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a kitüntetéséhez. A Fehér Kettős Kereszt Érdemrend harmadik fokozatával tüntette önt ki Zuzana Csaputová köztársasági elnök az eddigi munkásságáért. Ugye ez a munkásság, ez elsősorban a Közép-európai országok közti kapcsolatok múltjával foglalkozik, 19. századi, 20. századi múltjával, és ez egy óriási nagy terület, és tulajdonképpen mi is erről fogunk most egy kicsit beszélgetni, de időben és térben megpróbáljuk tömöríteni vagy leszűkíteni a mi beszélgetésünket, hiszen nem áll rendelkezésünkre túl sok idő. A mai podcast címe: multietnikus nemzetállamok, ugye? Tisztázzuk először ezt a két fogalmat, hogy mi az, hogy multietnikus, és mi az, hogy nemzetállam, illetve a kettő nem zárja ki egymást. Igen, hát sokféleképpen lehet közelíteni ehhez a kérdéshez. Azt szokták mondani, hogy amikor a nemzet, a rendi nemzet, a polgári nemzet, a szocialista nemzet és az állam házasságot köt egymással, akkor születik meg a nemzetállam. A házasság kötés sokféleképpen történhet. Történhet úgy, hogy egy erős többségi nemzet hódít. Egy erős többségi azt mondja, hogy mindenütt, ahol egy német él, az Németország része. Tehát a nemzetnek az az igénye, hogy a nemzet által lakott terület uralma alá kerüljön, annak az egyik legjobb módja a nemzetállam. De természetesen a nemzetállamok létrejöhetnek úgy is, hogy előtte a sok nemzetnek otthont adó birodalmakat, az oszmán birodalmat, a Habsburg birodalmat, az orosz birodalmat szét kell verni, hogy a nemzetek fölszabaduljanak. Vagy úgy, ahogy az újkori görög nemzet létrejött, forradalommal kell létrehozni a görög újkori Görögországot. Tehát nagyon sok útja van, vagy újraegyesítik, mint Lengyelországot, amelyet szétvernek, szétosztanak az oroszok, az osztrák-magyar monarchia, illetve Poroszország, és utána a világ lelki ismerete, ahogy szokták mondani, megszólalt, és 1918 után visszakapják a jagellói nagy Lengyelországnak a mai nem teljes részét, tehát jelentős ukrán és bielorusz területekkel. Tehát sokféleképpen jöhetnek létre, de azt szoktuk mondani, hogy a nemzetállam az tulajdonképpen a 20. század európai létezési formája, és alig van néhány olyan állam, amelyikben vagy több nemzet van, összetett államok, ilyen maradt az Nagy-Britannia, tulajdonképpen úgy, hogy a velsziek meg az írek angolul szidják az angolokat, tehát egynyelvű országgá vált sok tekintetben Anglia, leszámítva a tömeges bevándorlós, vagy a bevándorló tömegeket. Spanyolország, ahol szintén négy nemzet él, és belül egymás természetesen pontosan tudják, hogy andalúzok, katalánok vagyunk, viszont kívül, ha kint vannak a világban, akkor spanyolnak mondják magukat. Tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy Nyugat-Európától több lépcsőben, Kelet-Európáig, Dél-Kelet-Európáig, Oroszországig a nemzetállamok különböző formákban megszülettek, és a 21. század elején, amikor ez a látszólag de ez integrációs folyamat. Amikor a nagy birodalmak széthullanak, újra fordult egyet, és az unió keretei között újra egy integrációs folyamat indul el. Látjuk, hogy nem kevés ellentmondással, nem kevés belső konfliktussal, de az unió tulajdonképpen az utolsó előtti, vagy az utolsó kísérlet arra, hogy a világ nagy. 7-8 civilizációjába, a nyugati civilizációnak ez az európai lába, ez megszilárduljon, és az Egyesült Államokkal, illetve Ausztráliával együtt versenyképes maradjon a többi feltörekvő nagy civilizációval. Csehszlovákia is tekinthető, a volt Csehszlovákia is tekinthető egy olyan típusú nemzetállamnak, amelyiket két nemzet hozta létre, a csehek meg a szlovákok? Igen, mert hogy a kérdésben az is benne volt, hogy mitől multietnikus a nemzetállam. Hát onnan, ugye, hogy szoktuk mondani, hogy a homogén nemzetállamok száma egyre kevesebb. Japán szoktuk emlegetni Európában, Izlandot és talán Portugáliát szoktuk homogén nemzetállamként emlegetni, de aki járt kint Izlandon, az pontosan tudja, hogy egyre nagyobb tömegben élnek nem izlandiak Izlandon. A bevándorlás elképesztő erejű, ugyanez Portugáliában, ahol Persze, főlést a portugál nyelven beszélő braziliaiak érkeznek nagy tömegben, százezres nagyságrendben. És Franciaország elnézést, hogy közbeszóló? Hát Franciaországnál a helyzet szintén az, hogy az 5-6 milliónyi frankofon világból érkező Francia, az nem föltétlenül Francia, de tény és való, hogy a homogén nemzetállamoknak a száma folyamatosan csökken. A 90, mert van egy statisztikai kategorizáció, hogy a 90 százalékig, amennyiben 90 százalékig terjed a nem többségi nemzethez tartozóknak a száma, akkor az homogén nemzetállam. Hát ilyen értelem értelemben Magyarországot mondhatjuk, az egynyelvű Magyarországot homogén nemzetállamnak, de ha a cigány polgártársainkat is nemzetiségnek vesszük, már pedig nemzetiség a Magyarországi Nemzetiségi Törvény szerint, akkor Magyarország is a határán van a homogén nemzetállam és a nemzetállam, a 10%-nál nagyobb kisebbséggel rendelkezik. A 18-ban létrejött Cseszlovák egy klasszikus összetett, multietnikus nemzetállam, ugyanis a döntő jogilag az, hogy az alkotmányában magát minek határozza meg. Az összes közép-európai nemzetállam magát nemzetállamnak határozza meg kivétel nélkül, mindegyik kitalálja, sőt már Deák Ferenc kitalálta, hogy a fele részben nem magyar dualizmuskori Magyarország is nemzetállam, természetesen a nemzetiségek nyelvi jogait, egyéni jogait figyelembe kell venni, de Csehszlovákiában kezdettől fogva ez a csehszlovák politikai nemzet, amit mi ugye a csehszlovakizmus szitokszóval illetünk, ez a csehszlovák politikai nemzet mazarik elképzelésében egy olyan politikai állampolgári nemzeti konstrukció volt, amiben a csehszlovák nyelve Szlovákiában szlovákul beszélték, Csehországban cseül beszélték, és Kár meg Ruszinul beszélték, mert hogy a kárpátaljaiak szintén egy fontos része volt ennek a cseszlovák nemzetnek, mondhatnánk a harmadik nemzete, de őket kezdettől fogva kisebbségként fogadta be Cseszlovákia és a 1919. szeptemberi Cseszlovák, kisebbségi szerződés, amit ugyanazon napon, napon írtak alá Párizsban, mint az osztrák szerződést, osztrák békeszerződést, így aztán keverni, keverni szokás. Annak a kisebbségi szerződésnek az egyik fő megállapítás, hogy Kárpátaljának, a kárpátaljai ruszinságnak kötelezően autonómiát kell adni. Hát ez aztán csak 38-ban sikerült. Szerencsétlen Kárpátalja máig ugye viaskodik az önállósággal a kárpátaljai ruszinság. Ma már a ruszin nemzetről kiderül, hogy egy egyike a cigánsággal azoknak az európai nemzeteknek, amelyeknek nem lesz nemzetállama, nem lesz önálló nemzetállama. Ma már a ruszinok is, kaptam is tőlük kioktatást, kiváló volt kollégám, nagyon erős ruszin identitással, aki azt mondta, hogy ez olyan, mint a székelyek. Ti is kikérnétek magatoknak, hogy ha a székelyek azt mondanák, hogy mi nem vagyunk magyarok. Mi ruszinok is kikérjük magunknak, hogy mi nem vagyunk rom, ö, ukránok. Mi ukránok lettünk. Ez alatt a 20. század alatt, és most ebben a háborúban meg különösen a ruszinság azonosult a görögkatolikus vallása ellenére azonosul Ukrajnával, az ukrán nagy nemzetállammal. Tehát akkor a nemzetállamok ismérve egy kicsit kitisztult. Na de most mi a helyzet az úgynevezett multietnikus államokkal? Ezek a multietnikus nemzetállamok, van egy kiváló nyugat-európai kollégánk, Rogers Brubaker, aki egyebek között az erdélyi magyarokkal is foglalkozott, ő találta ki, hogy a nemzetállam amennyiben az nem homogén, és láttuk, hogy nincs igazából homogén nemzetállam, azok nemzetiesítő államok. A nemzetállamnak ugyanis az a célja, hogy nemzetiesítsen. A nemzetállam magát egy nemzetállamának tekinti, a többségi nemzetének, de elfogadja, hogy a területén élnek más nemzetiségek. Ideig, óráig elfogadja. Ernest Gellner, a cseszármazású kiváló német angol több helyen is élt Sociológus. Ő azt mondja, hogy a Nemzetállam öt szakaszát lehet megkülönböztetni. Az első szakasz az, amikor a területét kijelöli, a második szakasz, amikor alkotmányában önmagát nemzetállamként megfogalmazza, és engedményekként különböző nyelvi jogokat ad. A harmadik szakaszban elkezd asszimilálni, egyre kíméletlenül kíméletlenebbül, a negyedik szakaszban pedig a kényszer migrációval, a holokausztal kitisztítja a területét és homogenizál, ha az arra egy nagy politikai, egy háborús alkalom kínálkozik, és az ötödik szakaszról nem tudjuk, hogy milyen irányba ir megy szét. Az unión belül nyilvánvalóan újra elkezdődne valami multietnikus jellegnek a kialakulása, hiszen ott érezzük jól magunkat, ahol éppen élünk, ahol a gyerekeink vannak. Az unió tehát valószínűleg megnyitná a nemzetállami bezárt kapukat, a bezárt határokat, de látjuk azt, hogy a nemzetállam belső késztetése továbbra is a homogenizáció, a belső asszimiláció irányába mutat. Nem kínálnak a nemzetállam, eleve kizárja azt, hogy a területét és a integritá politikai integritását fölkínálja, nem ad autonómiát a nemzetállam. A demokratikus nemzetállam tulajdonképpen. Inkább kivétel, mint szabály. De hát autonómiára tulajdonképpen azokban a nemzetállamokban, vagy az olyan típusú nemzetállamokban, ahol a kisebbségeknek elfogadható, vagy számukra elfogadható jogaik vannak, ott ez a kisebbség tulajdonképpen autonómiára talán nem is törekszik. Igen, ez a sajátos ellentmondás, hogy minden kisebbségi, beleértve a trianoni árvákat, mi bennünket, kisebbségi magyarokat is, egyszerre vágyik arra, hogy integrálódik az adott államban, és egyszerre föntartja az igényt a különélésre. Tehát egyszerre szeretnénk teljesen egyformák lenni a többségi nemzettel, és ugyanakkor pedig hagyjanak bennünket békén a mi saját ügyeinkben, és adjanak lehetőséget az önkormányzásra, a kulturális önkormányzásra, az oktatási, az egyházi, a sajtó, és a legkülönbözőbb területeken engedjék meg, hogy mi irányítsuk magunkat. Igen. És ez a közösségi jog, ugye a kisebbség önkormányzati joga, ez az, ami egy olyan éles határvonal, hogy Dániában van rá példa, Olasz, Iszak-Olaszországban, Téltirolban van rá példa, Finnországban, van rá példa, Ezekre a példákra szoktunk is hivatkozni, de ehhez a példa, ezeknek a példáknak az átvételéhez az szükséges, hogy a két érintett állam, a befogadó, vagy idegen szóval domicil állam, tehát esetünkben Szlovákia, és a rokon állam, amit mi anyaországnak szoktunk hívni, egyetértsenek egymással abban, hogy ez a két nemzet tulajdonképpen akkor találja meg az együttműködésnek az ideális fórumát, hogyha mind a két állam támogatja ennek a közösségi autonómia ezeknek a közösségi autonómia formáknak a létrejöttét, tehát, és hogy az adott állam ezt elismerje. Tehát nem a székelyharisnyás székelyek budapesti parlamenti deklarációja hozza meg székelyföld számára az autonómiát, hanem a bukaresti kormánynak az a belátása, amely mögött Magyarországnak különböző biztosítékai Álnak, hogy ott a székelyföldi régió autonóm jogokat kaphasson. De hát ehhez a 21. századi egyetértéshez, vagy belátáshoz, azokat a 100 150 évvel ezelőtt sérelmeket kellene talán tisztázni, lezárni, vagy befejezni, hogy aztán a XXI. században valóban ez a, ez a megértés vagy egyetértés kialakulhasson. És akkor most ha lehet. Egy kicsit menjünk vissza a 19. századba, jó? Tehát a, mondjuk a, az 1848-as szabadságharc idejéhez, és hát aztán utána a Habsburg monarchiához, hogy, hogy tulajdonképpen Magyarország, amelyik akkor azért egy erős, egy erős állam volt, gondolta-e arra, vagy foglalkozott -e azzal, hogy a területén élnek kisebbségek, és ezek a, ezekkel a kisebbségekkel vajon mit kellene csinálni, vagy mi lesz majd velük? Mm. nagyon fontos az 1848-as év, hiszen erre a 48-ra a magyar politikai elit több tekintetben készült a katasztrofális vereséggel véget érő 1830-as lengyelországi forradalom, a oroszok rettenetes pusztítása az általuk meghódított kongresszusi Lengyelországban, ugye, amit a Bécsi kongresszuson adtak majdnem örökbe Oroszországnak. Ez figyelmeztette a magyar elitet, hogy a magyarországi polgári átalakulás, tehát a rendi kiváltságok, vagy a kiváltságos rendekre korlátozott magyar nemzetnek a végórái érkeznek el. Itt az egész polgárságot be kell emelni, az összes magyar országi állampolgárt be kell emelni az alkotmányosság sáncai közé, ahogy Kossuth fogalmazott, ami viszont azt is jelent, Tette, hogy nem csak a magyarokat. Tehát ugyanolyan nemzetek fölötti, vagy nyelvek fölötti több nyelvű nemzet jött létre, mint amilyen volt a náció hungarika, a kiváltságos magyar országi rendeknek a nemzete, a rendi magyar nemzet. Itt is egy soknyelvű nemzetnek a képe lebegett szemük előtt. Kossuth, aki evangélikus volt, úgy gondolta, hogy az evangélikus egyházat és a református egyházat egyesítve kell majd a német-szlovák többségű evangélikus egyházat elmagyarosítani. Ezzel jelentős mértékben hozzájárulni ahhoz a vízióhoz, hogy csak egy nemzet létezik Magyarországon, a magyar nemzet. És ez a 48-as eliten belül, Széchenyi kivételével, Széchenyi hatalmas kivétel a, dolog, ebben a Tekintetben. ő azt mondja, hogy persze előbb-utóbb a magyarság kulturális ereje győzedelmeskedhet, de nem szabad erőszakhoz fordulni. 48-ban mindez nem sikerült, hiszen véres etnikai polgárháborúk zajlottak a szabadságharccal párhuzamosan, a magyar-horvát, a magyar-szelb, különösen az erdélyi magyar-román, és hát csekélyebb mértékben a magyar-szlovák háborús, polgárháborús viszonyok is ezt az ezt az illúziót, ezt az utópiát, hogy a polgári nemzet a egész magyar országi állampolgárságra kiterjesztett egyenlőség, jogi egyenlőség, az egyszer mint egy soknyelvű magyar nemzetnek a létrejöttét is fogja eredményezni, ez sajnos nem sikerült, és innentől kezdve Bécs mutatta a mintát. Bécs már a, neoabszolutizmus, mi szívesen használjuk az önkényuralmat, de ez a neoabszolutizmus egy modernizációs szakasz volt. Bevezették az érettségét, ugye? rendezték a jobbágy felszabadítást. Mi mindig azt gondoljuk, hogy a jobbágy felszabadítás egy pozsonyi törvényel, az áprilisi törvények egyikével megvalósult, nem valósulhatott meg, hiszen hiányoztak hozzá a feltételek. Azt is a neoabszolutizmus idejében egy jobbágy rendelettel 1853-ban a fiatal uralkodó Ferenc József rendelt el. Azt mondhatjuk tehát, hogy Bécstől várták a magyarországi nemzetiségek is az egyenjogúsításokat, Bécstől remélték még stúrék is azt, hogy a szerbekhez hasonlóan, akik kaptak egyfajta területi autonómiát a temesi vajdasági bánság formájában, ők is úgy gondolták, hogy a szlovák koronahercegség az jár nekik azért, hogy ők hűek maradtak a 48-49-es konfliktusok idején, nem járt nekik. Ugyanazt kapták jutalmul, mint amit a magyarok vereségül, ugye ez a tankönyveinkben is benne van. És innentől kezdve egészen 1861-ig, az alkotmányosság visszaállításáig, Bécsnek a, a mintamutató szerepe, hiszen ők elrendelik a, 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 a törvényeikben, hogy minden nemzetiség a birodalom területén egyenrangú, de ehhez iskolákat kell teremteni, ehhez jogokat kell adni, és a kiegyezés teremti meg tulajdonképpen Magyarországon is meg Ausztriában is a lehetőséget. A kiegyezés 67-ben történik, a horvát-magyar kiegyezés 1868-ban, és a nemzetiségi törvény sokat dicsért és sokat szidott magyarországi nemzetiségi törvény pedig 1868 decemberében. És van két óriásunk, európai rangú szakértői a nemzetiségi kérdésnek, Ötvös József, illetve Deák Ferenc, és ők ö, alkotják meg a nyelvi jogokra alapozott kulturális, ö, oktatási jogokat nem engedményként, hanem rendszerszerűen szétosztó a nemzetiségek között szétosztó törvényekre, viszont kizárják annak a lehetőségét, amit ugye Túrót Szent Mártonban, Karlócán követelnek szerbek, románok, szlovákok, a szlovák kerületet, azaz a területi aut alapú autonomiákat, mert hogy abban Magyarország veszélyeztetését, integritásának a veszélyeztetését látja. ötvös a naplójában a gondolatok című ötlettárában le is írja, hogy Magyarország alkatilag föderatív szerkezetű. Előbb-utóbb a nemzetiségeknek ezeket a jogokat, amiket ők követelnek a területi autónál, biztosítanunk kell. De ma olyan gyöngék vagyunk, hogy kell még 50 év ahhoz, hogy erősek legyünk, és akkor már szívesen megajándékozzuk nemzetiségeinket. Az 50 év megadatott, de egy egészen más katasztrofális első világháború végi pillanat érkezett Igen, de hát tulajdonképpen az első világháború kitörését is a nemzetiségek elégedetlensége okozta. És hiába, Deák és Ötvös hiába találtak ki nagyon bölcs törvényeket, vagy alkottak meg, és ezt ugye a, a törvényalkotás, vagy a, a parlament el is fogadta, de, de vagy ez nem jutott el eléggé pontosan, konkrétan a nemzetiségekhez, vagy úgy van, ahogy ön is említette, hogy ez keveselték a a, a nemzetiségek. Tehát elméletben jogilag megvolt, a gyakorlatban pedig nem. Bosnia-Hercegovina kérdése, ugye, amely az 1908 as annexiót követően közös ügyi tartományként egyszerre volt Ausztria része és Magyarország része is, valóban mester példája annak, hogy a belül fortyogó nacionalista indulatok, a nemzetépítő nacionalizmusok, amelyek ugye fokozatosan felnőtt korba hozzák, azt szoktam mondani, hogy a monarchia és azon belül a magyar királyság is egyfajta ink inkubátor szerepet játszott, egy ezer éves inkubátor, amely kitermelte nem csak a magyar nemzetet, a magyar törzsekből, a hét törzsből egy komoly magyar nemzet állt elő, hanem a többi nemzetiség is előállt. bosznia hercegovina példája, amely ugye közvetlenül kötődik az első világháború kirobbanását, az viszont azt jelzi, hogy ezek a nemzetépítő nacionalizmusok internacionalizálódtak, nemzetközi esettek. Most már nem belügyek voltak a nemzetiségi kérdések. Egyrészt ügyelet Horvátországnak a boszniai horvátság, ügye a szerbeknek, Belgrádnak a boszniai szerbség, máig ügye, máig mindannyian félünk attól, hogy ez a svájci modell alapján kantonizált mai bosz, boszniai hercegovinai köztársaság vajon ebben a formában stabilizálódni tud-e. Az internacionalizálódásnak egy másik példája az, hogy például a galamblelkű szlovákság, amit hát ők maguk szokták így ironizál, ironikusan említeni magukat, ők is 1890-es évektől egyre erőteljesebben társulnak Csehországgal. Miközben Túrod Szent Mártomban Vajanszkijék továbbra is Péterváról várják a megoldást, a katasztrófa elmélet, amit Vajanszki kitalál, hogy ha jön egy világméretű katasztrófa, az jön a az hozza el nekünk a szabadság pillanatát. És amikor az oroszok betörtek Máramarosnál és Ung-megyében, akkor Tóro állítólag kocintottak is, hogy eljött a pillanat. De a másik oldalon Milánhogya és az értelmesebb és előrelátó Szlovákság meglátta, hogy a rokon nemzettel, a cseh nemzettel kell társulni. És amikor Mazarike az emigrációban létrehozza a Cseh Nemzeti Tanácsot, ott Stefánik, aki miután nem tanulhatott kiskörös, illetve szarvason érettségizett, de már Prágában szerezte meg az első diplomáját. Tehát ez a Stefánik már szlovákként vesz részt a csehszlovák nemzetállam alapításában, és ilyen értelmen azt mondhatjuk, hogy a világháború egyszerre territorializálja, területileg kijelöli a nemzetek határait, másrészt internacionalizálja a békekonferencián ezek a nemzeti igények, Ezek a nemzetállami alapító törekvések már legitimitást nyernek, mielőtt a békekonferencia elkezdődik. Mi pedig a bukot a monarchia bukott két utódállama, Ausztria és Magyarország pedig az utolsó percben a béke szerződés aláírására kapunk csak meghívást. Igen, és hát az első világháború a második világháborúig terjedő időszak, vagy 1938-ig terjedő időszakban, ugye Európa kapott egy ilyen, vagy az új Európát úgynevezett viharzónának nevezték el, talán pontosan ezért, ugye, hogy létrejöttek az új államok, de mindegyik államban ott volt egy nagy számú kisebbség. Az új határok megvonásával, akár a magyarokra, akár a, akár a ruszinokra, akár a lengyelekre, bárkire gondolunk, az első világháború után aztán végképp nem voltak tiszta nemzetállamok, hanem nagyon nagy arányú, magas százalék arányú kisebbségek kerültek az egyes országokba. Az a tény, hogy ez a térség, amiről beszélünk, az korábban négy birodalomnak a területe volt. Az orosz birodalom, az oszmán birodalomi, az, az osztrák-magyar birodalom és a német birodalom és Ezek a birodalmak paradox módon pedig Oroszország az Antantal, a nyugati hatalmakkal együtt harcolt, de mégis mind a négy birodalom vereséget szenvedett. Egy páratlan történeti helyzet, hogy egymással szemben álló birodalmak is, de mégis vesztesekké váltak, és ebben a vesztes helyzetben kezdődik el az a folyamat, hogy a négy birodalom helyén, Ma 26 nemzetállam található beleértve Montenegrót, beleértve Macedóniát, tehát a jugoszláv dél háború után féthullott Jugoszlávia területén létrejött nemzetállamokat, a Cseh-szlovákia területén létrejött két nemzetállamot, a Balti nemzetállamokat. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy klasszikus, a Maszarik által viharzónaként emlegetett kis nemzeti térség egy klasszikus területe lett a nemzetállami fejlődésnek annak a nemzetállami fejlődésnek, amelyről kisebbségi pozícióból persze sok rosszat tudunk elmondani, de ez a nemzetállami térség a második világháború után képes volt megújulni. Képes volt túlélni a, 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 a Pax szovjetikát a szovjet négy évtizedet. Erőteljes nemzetállamok, és valamilyen mértékben nagyobb lehetőséget adnak arra, hogy a nemzetállamok lakossága azonosulni tudjon ezekkel a nemzetállamokkal. A kérdés most már csak az, hogy valóban az a 70 milliónyi kisebbség, amelyik ebben a térségben él, azoknak a kisebbségeknek a számára kellene egy sajátságos kelet-közép-európai kisebbségi státusz kialakítani, mert a probléma mindig ott kezdődik, ha összekevernek bennünket a nyugat-európai kisebbségekkel. Itt egy nagyon sajátságos történeti multikulturalitás létezik, amelynek a nyomai a pozsonyiak még talán emlékeznek rá, de már csak nyomokban van, de most újra Létrejön. Tehát azt látjuk, hogy a Nagypozsony területén, vagy Kassa vidékén a kassaiak kifélednek, átmennek országhatárokon, a pozsonyiak is, és tulajdonképpen ez az egyneműség, az etnikai egyneműség az unión belül tarthatatlan. Persze belülről nézve a kisebbségek azt mondják, hogy a csalók az első áldozata a nagypozsonynak, de úgy gondolom, hogy a határok kinyitása páratlan lehetőség arra, hogy a nemzetállamok rátaláljanak a demokratikus kisebbségi megoldásokra. És a kisebbségek, ahogy ön említette az előbb, az elképzelhető, hogy az Európai Unión belül, vagy az Európa Parlament, vagy bármilyen politikai szerv ki tud találni olyan megoldást, olyan törvényeket, amelyek a Valamennyi európai kisebbség számára, vagy a közép-kelet-európai kisebbség számára elfogadhatók lesznek, tehát jó megoldást lesz számukra. Nem ott kell kitalálni, hanem ott támogatást, illetve lehetőséget kell teremteni számukra. Ez a tragikus mostani háború is jelzi, nem szoktunk igazából belegondolni abba, hogy az a 10-12 milliónyi ukrajnai orosz problémája, akárhogy is végződik a háború, a maradék orosság számára, akik jó részt azonosultak a harcoló Ukrajnával, nyilvánvalóan igényelni fogja. Úgy, ahogy egyébként a harcoló Jugoszlávia területén magától értetődő, hogy Horvátországban, Szlovéniában, Szerbiában komoly autonómia, autonómia testületek jöttek létre. A vajdasági magyarság az egyetlen jelentősebb számú, de hát a horvátországi magyarok és a szlovéni magyarok is autonómiával rendelkeznek. Maguk határoznak meg nagyon sok mindent. A kétnyelvűség magától értetődő ezek ezekben az országokban. Szörnyű, hogy ára, háborús ára van ezeknek a balkáni autonómia megoldásoknak, de azt remélem, hogy egyrészt, hogy nagyon gyorsan véget ér a háború, másrészt, hogy a háború utáni békés rendezésben az az unió, amelyik igen erőteljesen elkötelezte magát Ukrajna mellett, képes lesz az ukrajnai orosz és magyar és román kérdést szintén a maga szintjén kezelni, mármint, hogy olyan szinten, hogy a közösségi jogok magától értetődő megoldásként fognak a béke rendezésben megjelenni. Itt pedig az egynyelvű Csehország, az egynyelvű Lengyelország mellett Szlovákia és Magyarország érdekelt abban ugye éppen a tegnapi hídavatás, a tegnapi Magyar-Szlovák magaszintű találkozók is jelzik azt, hogy milyen fontos a két kisebbség, miközben egészen más típusú kisebbségekről van szó. Mi az ötödik generációban élünk, a magyarországi szlovákok meg talán a 25. generációban. De mégis milyen fontos az, amit a kommunist úgy mondtak, hogy híd szerep, mi meg úgy gondoljuk, hogy a kisebbségek állampolgári alkotmányos patriotizmusáról van szó. Akkor tudunk azonosulni, akkor tudunk svájci magyarok lenni, hogyha mi svájciak akarunk lenni Szlovákiában, tehát szlovákiai magyarok, akarati közössége akarunk válni. Szegény Szabó Dezső írta, hogy a kényszer közösség és a sors közösség után 68-ban eljött az ideje az akarati közösségnek, hogy mi is csehszlovákiai magyarok akarunk lenni. Hát azóta elmúlt néhány évtized, és nem akartunk nagyon azok lenni, ennek megvannak a feltételei. Az alkotmányos patriotizmusnak az alapfeltétele, hogy azonosuljunk azzal az országgal, amiben élünk. És hogy jól érezzük magunkat abban az országban. Még talán egy rövid kérdésre és egy rövid válaszra van időnk, hogy ebből a szempontból az úgynevezett anyaországoknak milyen segítő szerepük kellene, hogy legyen? A kisebbis, kisebbségekre vonatkozólag természetesen. Hát úgy gondolom, hogy az, amit annak idején mások között többekkel együtt Durai Miklós fogalmazott meg, a partnerség. Nem csak a többségi nemzet és a kisebbség között kell partneri kapcsolatot teremteni, hanem az anyaország és a kisebbség között is kiegyensúlyozott partneri viszonyokra. De, tehát nem egyszerűen a támogatások numerikus növelése. Nagyon fontos, hogy a partneri viszonyok az együttműködést, a Magyarország és a szlovákiai magyarság közötti együttműködést közösen, annak a formáját közösen, Alakítsák ki. Tehát, amikor az oktatás-nevelési támogatás hirtelen megnövekedett, abban legyen része és szerepe annak a, abban a, annak a felhasználásában a szlovákiai-magyar oktatáspolitikának is. Sajnos az időnk lejárt, bár azt hiszem, hogy ezt a témakört, vagy ezeket a kérdéseket még, még folytathatnánk, és valószínűleg vissza is fogunk még térni hozzájuk. Tehát a kisebbségi kérdéshez, a multietnikus államok kérdéséhez, vagy a nemzetállamok kérdéséhez. Én most nagyon szépen megköszönöm Szarka László történésznek ezt a nagyon-nagyon érdekes, és azt hiszem nagyon tanulságos beszélgetést, abban bízva, hogy akik majd hallgatnak bennünket, tanulhatnak belőle, és sok fontos információt szerezhetnek belőle. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Azon túl, hogy értünk a nyelvünkön, vajon értjük-e a nyelvünket? Mit árul el a nyelvünk magáról és esetleg rólunk a beszélő közösségekről? Legközelebbi adásunkban Sebők Szilárd nyelvész lesz műsorvezető társam Rácz Vince vendége. A Pozsonyi Koménius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusát április 4-én egyebek mellett a nyelvi ideológiákról és metaforákról, valamint a nyelvleírás nyelvéről hallhatják majd. A Fórum Kisebbség Kutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórumintézet Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a foruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.